45 éve nyilvánították várossá Nyírbátort, és érdekes módon már nem első alkalommal 45 évre emlékezik a város egy éven keresztül. 29 pályázat valósult meg több mint 17 milliárd forint értékben Nyírbátorban 2014 óta. Az útépítések és felújítások mellett számos intézmény újult meg, turisztika és oktatási fejlesztéseket hajtottak végre, és az ott működő nagyvállalatok fejlesztését is segítették. Tavasszal indul az M3-as autópályával összekötő út felújítása is, ami régi vágya a térségben élőknek. A városban további fejlesztések várhatóak az idejévben is. Jó esély van arra, hogy Nyírbátorba újabb top pályázatok kapnak zöld utat. Itt gondolok az ipari parkra, a bölcsődére, kerékpárútra. Remélem, hogy ezek a döntések hamarosan meg fognak születni, mert hogy az a hír járja Nyírbátorba, Veres János ezt mondta, hogy egyetlen pályázat nyert. Ez nem igaz a területfejlesztési operatív programban. Ezzel a felsoroltakkal tízre emelkedik, a Nyírbátor városát érintő topos pályázatok száma. Studiónk vendége Nyírbátor város első embere, Máté Antal polgármester. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is, és a televízió nézőit is. Nos, azt gondolom, hogy ezt egyértelműen kijelenthetjük, hogy ö, szinte bármennyi évet megyünk vissza az időben, azt lehet állítani, hogy a város folyamatosan fejlődik. Hát igen, Nyírbátor egy komoly történelmi múltra visszatekintő kisváros, és valóban egy különleges helyzetben vagyunk, hiszen kétszer, kétszer született városnak hívjuk mi Nyírbátort, hiszen valamikor az alapítása után viszonylag hamar városi rangot kapott, aztán ezt a 19. században visszavették, és hát ugye 45 éve kaptuk újra vissza, és igyekszünk ezzel megfelelően sáfrálkodni, és bebizonyítani, hogy valóban a megye egyik legfontosabb, gazdasági, kulturális és történelmi szempontból is meghatározó települése nyírvátor. Mi lehetett vajon mondjuk 46 évvel ezelőtt a városban? Hát én 46 évvel ezelőtt mi volt a városban, én biztosan nem tudom megmondani, hiszen én, én a várossá válás 5. évfordulóján születtem, tehát a város 40, 45. én pedig a 40. évfordulomat ünneplem ebben az évben, tehát azért a, a város múltja az nagyon komoly hagyományokra nyúlik vissza. Az viszont nagyon fontos, és ez valóban egy fontos feladatunk, hogy ha most 45. évfordulóját ünnepli a város, akkor bemutassuk nem csak az elmúlt 45 évet, hanem mindazt, amire ez a város büszke, az értékeket meg kell találnunk, meg kell őriznünk, mert hiszen ahogy megyünk elő, előre az időben, ezek az értékek egyre inkább eltűnnek, elkopnak. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben az évben ezekre az értékekre, hagyományokra visszatekintsünk, megőrizzük és bemutassuk a jelenkornak is, és megőrizzük az utókornak is. Azt kell mondani, hogy Nyírbátorváros a tavalyi esztendőben is bebizonyította, hogy úgy szeret tervezni a jövőre, hogy nagyon komolyan alapoz a múltra. Ezt bizonyítja azt gondolom az is, hogy a város sporttörténetét egy centenáriumi év keretében ismerhette meg egyébként bárki, illetve azok a fiatalok, akik mondjuk nem tudhattak arról, hogy száz évvel ezelőtt mi zajlott a városban sport tekintetében. Talán lehet mondani, hogy ez egy jól megkezdett folyamat, ami 2018-ban folytatódik, csak most 45 évet kell egy kicsit részletesebben, bár teljesen más szempontból megmutatni azoknak, akik most élik az életüket. Igen, Ott... az egy alapvetően mutatja szerintem nem csak nekünk, hanem mindenkinek a városnak az értékét, hogy minden évben legalább két-három, de van, amikor négy-öt évforduló is van. Legyen az a művészet oktatása a városban, valamelyik kulturális egyesület alapításának évfordulója, valamelyik fesztivál pár éve volt 50, éve, 50, éves a zenei napok, tavaly 25 éves a szárnyas sárkány, itt tavaly 100 éves a nyírbátori sport, idén 45 éves a város. Minden évben vannak nagyon komoly évfordulóink, és ez mind azt mutatja, hogy vannak értékeink, vannak hagyományaink, és ezekre jó alapozni, ezeket jó megmutatni, és ezeket jó továbbépíteni építeni valóban. Hogyan lehet végigfűzni az évet? Ezen a témán vagy ráfűzni erre a témára. Tehát milyen módokon ö, lehet ö, kifelé megmutatni azt, hogy mi is ez a 45 év mit jelent nyilvátor életében. A 45 évet kétféleképpen szeretnénk megünnepelni ebben az évben, nagy szabású komoly rendezvényekkel, több alkalommal az év folyamán, erről is ö, folynak most még az egyeztetések. És vannak olyan fejlesztések vagy olyan programok, amik inkább csak szimbolikusak vagy kevésbé fontosak, vagy nem egy rendezvényhez köthetők, hanem egy olyan projekt, egy olyan elképzelés, ami legyen egy állandó kiállítás az elmúlt 45 év gazdasági történelmi értékeiből, ilyen például, hogy megállapodást kötöttünk a tavaly a határőrséggel, a határőr nyugdíjas egyesülettel, hiszen tavaly volt 10 éve, hogy megszűnt Magyarországon a határőrség és A város életében a határőrség, ami évtizedeken, évszázadokon keresztül működött, egy nagyon fontos kapcsolódási pont, nem csak Nyírbátorban, hanem az egész országban, akárhova megyünk, kötődnek hozzá emberek. És azt gondoljuk, hogy ezeket az értékeket ugyanolyan fontosnak kell, tekinteni, vagy azok a régi gyárak, amelyekre alapozva indulhatott meg a gazdasági növekedés, legyen az a bóni, a csepel, ahol emberek százai dolgoztak, és ma is egyébként ezeknek a területein új multinacionális vállalatok működnek, hogy ezeket az értékeket be kell mutatni, meg kell őrizni. Ilyen lehet például az, hogy, hogy a száz éves, nagyon régi, több száz éves, ma még létező, vagy akár már nem létező épületeinket megmutassuk a jelenkor számára, digitálisan feldolgozzuk, rögzítsük. Tehát ezért mondom én azt, hogy kétféleképpen tudunk ünnepelni, két módon is kapcsolódunk ehhez a 45 évhez, és igyekszünk minél több mindent belesűríteni ebbe az évbe. Hallottuk öntől, hogy kiállítást terveznek, ráadásul egy nagyszabású állandó kiállítás, de úgy gondolom, hogy a 45 év múlt, az már mindenképpen egy kis helytörténeti utána kutatást feltételez, tehát itt a QR kódok segítségével lehet majd ugye bizonyos helyszíneken bizonyos vagy álló, vagy már nem is létező épületekre, vagy ottani történetekre visszacsatolni a mai technológia segítségével. Illetve én azt gondolom, hogy ö, ott egy olyan komoly helytörténeti részleg működik a könyvtárban is, ahol akár bárki kutathat magánember, bármelyik lakos, ez a helytörténeti részleg pedig folyamatosan fejlődik, hiszen egyre többen választják például a szakdolgozati témának és a várost, illetve a környékét. Ez segíte ebben az emlékezésben és emlékezésben. Mindenképpen eleve nyírbátorban egy nagyon pontos, fontos feladatunk, hogy egyszerre őrizzük a hagyományokat, és legyünk egy modern élhető város. Ez ugye azért is fontos, mert a városgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaság. Ezzel együtt jön a modernitás, ezzel együtt jönnek a fiatalok, a munkahelyekre, akiknek a mai kor igényeinek megfelelően kell kialakítanunk a lakókörnyezeteket, a közlekedést, a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Ide kapcsolódik az, hogy olyan informatikai szolgáltatást kell nyújtani. A mai fiatalok már nem szeretnek hivatalokba járni, interneten szeretnének mindent megoldani, és ez egy létező valós igény, és erre mi próbálunk reagálni fejlesztünk ehhez megfelelő applikációkat, alkalmazásokat, és ezeket is ebben az évben elindítjuk, és mindezt tegyük úgy, hogy a mi városunkban van két gyönyörű középkori templom, a bátoriak történelme, megevelenedik mindenhol a sárkány legenda, és ezt a kettőt kell nekünk nagyon ügyesen összekapcsolni, mindezt úgy, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ebbe a helyi közösségeket minél aktívabb módon vonjunk be. Rengeteg civil szervezet működik, nyugdíjas egyesület, sportegyesületek, egyéb kisebb közösségek, és akár a kiállításról beszélek, akár az applikációkról beszélek, akár a különböző fejlesztésekről beszélek, mindent úgy próbáljuk ebben az évben előkészíteni és megvalósítani, hogy abban a helyi lakosok, családok, emberek véleménye, elképzelése, lehetőségei minél jobban megfogalmazódjanak. Úgyhogy ez egy elég komoly munka összehangolni ennyi különböző ember véleményét, elképzelését, de azt gondolom, hogy ez a legszebb feladat, és mi így próbáljuk megoldani ezeket a fejlesztéseket. Én az utolsó gondolatban is szeretnék összeaplikálni két dolgot. Az egyik az, hogy az egy lehetőség, hogy a város milyen pályázatokon tud sikerrel szerepelni, hiszen onnan ö, sokféle segítség jöhet, akár eszközbeni, akár anyagi segítség. Viszont én úgy tudom, hogy a, a, a város ö, szellemi segítségre is számít, azt viszont az ott élőktől várja, gondolok itt az okos város elképzelésre, vagy arra az ötletpályázatra, ami által lehet nyílik arra, hogy az ott élők tehessenek azért, hogy, hogy olyan legyen a környezetük, ahogyan ők élni szeretnének ott. Én is azt gondolom, hogy sok fejlesztés megvalósult a városban, és előttünk is áll még sok projekt, amit meg szeretnénk csinálni, és ezt lehetne az lehet, én most úgy fogalmazok, hogy konzervatív módon is lehet ezeket a városfejlesztéseket csinálni. Van a városnak egy vezetése, szakemberei, eldöntik, hogy merre nyíljon az ajtó, és milyen mi, mi azok a szükséges szolgáltatások, amit fejleszteni kell. Ez a könnyebbik út. Mi az idén nem ezt választjuk, vagyis hát tavaly évben elintottuk, hogy egy másik utat valósítunk meg a városfejlesztésben, az pedig az, hogy minden érintett közösséget, használót, jövőbeni használót bevonunk ebbe a fejlesztésbe, és az a pozitívuma ennek a dolognak, hogy azt látjuk, hogy egyre inkább nyílnak ki az emberek, egyre több javaslattal keresnek meg minket, és egyre inkább azt érzékeljük, hogy szinte valamennyi fejlesztésben legyen az valóban ez az okosváros város alkalmazás, aminek az a lényege, hogy, hogy tényleg mi menjünk az emberekhez, és reggel a telefonunk mondja meg, hogy, hogy jó reggelt kívánok, húzd ki a kukát, mert a te utcádban ma fogják elvinni a szemetet. Bagatel dolognak tűnik, de a mindennapi életünkben ezek azok a fontos segítségek, amivel alkalmazásokkal, megoldásokkal könnyebbé tesszük az emberek életét. És ami a legérdekesebb volt, hogy amennyire nehezen jöttek a javaslatok az elején, annyira beindult ez a folyamat, és ebben egy a fontos, hogy hitelesek legyünk magyarul, amit kapunk ebben üzeneteket, javaslatokat, azokat építsük be a fejlesztésekbe, és akkor be tudjuk bizonyítani az embereknek, hogy nem hiába való nekik azon gondolkodni, hogy a városuk mitől lesz élhetőbb, mikor lesz, mikor lesz számukra még inkább szerethetőbb. Úgyhogy ez most egy hosszú folyamat, amit elindítottunk, nem egy könnyű út, de azt gondolom, hogy ha 45 éves a város, akkor pont alkalmas arra ez az időpont, hogy, hogy már abba az aktív életkorunkba értünk, ahol egyszerre lehetünk bölcsek, és, és egyszerre lehetünk egy kicsit előre nézőek a jövőbe tekintőek, úgyhogy én bízom benne, hogy ez működni fog a városban. Bár ez az esztendő is pont olyan hosszúságú, mint az összes többi, tehát lehet, hogy sokkal több, ugye nem fér bele, de kívánom Igen. a legjobbakat. Köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm én is a lehetőséget.